Áldás békesség. Ézsaiás könyvének 25. részéből a 4. versét szeretném felolvasni. Erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek. Az ige szerint Isten erős vára szeretne lenni a nélkülöző embernek. A vár védelem. A várba vissza lehet menni. A vár a menekülés célpontja. A vár biztonságot nyújt. Erős vár a mi Istenünk, hangzik ez a szép evangélikus köszöntés. A Biblia a szegényekről és a nélkülözőkről annyit beszél, mint a királyokról, vagy inkább többet. Isten számára ugyanis fontosak azok, akik nehézségben, bajban vannak. A krízisben lévő emberhez közel hajol a mindenható. Megnyugtató, hogy tudhatjuk, Isten gondot fordít ránk. Nem csak egy szelet kenyeret ad, nem csak megsimogat, hanem oltalmaz, véd, beenged a várába. A várnak ura van, és ezek nem mi vagyunk, hanem a gondviselő Isten. Jézus azért jött, hogy feloldja a bilincseinket. Nekünk hívő keresztényeknek is az a dolgunk, hogy a környezetünkben ne legyenek nélkülözők. A társadalom olyan ridegen tud lesújtani véleményével másokra, megérdemli a baját, mondják, megérdemli. De a keresztény ember nem azt nézi, hogy ki mit érdemel meg, hanem lehajol és segít. Segít a szabadulásban. Ahogy az ige szakaszban a 9. versben olvassuk, itt van a mi Istenünk, benne reménykedünk, ő megszabadított minket. Itt van az Úr, benne reménykedünk, vígadjunk és örüljünk szabadításának. Azaz reményünk van benne. És ez a remény azért néz Isten felé, mert benne szabadításunk van. Nem percnyi problémáinktól, nem pillanatnyi nehézségeinktől akar megszabadítani, hanem a büntetéstől, a bűntől, önmagunktól. Szépen benne van az igében, hogy a remény után jár az öröm is. A remény nem üres, hanem benne van az eljövendőbe vetett hit és az afölött lévő öröm. Isten öröme felszabadít. Nem összehúzott szemöldökös nézésre, nem szigorúságra, még csak nem is böjtölésre szabadít fel, hanem örömre. Áldott ember az, aki észreveszi az örömeit az életében, aki a panasz helyett a dicséret hangját mondja. Adja az Úr, hogy legyen örömünk benne. Amen.